Egy igazi kihívás. Felhívni olyan agyafurt és sokat látott reklámosok figyelmét, mint amilyenek mi is vagyunk. Egy olyan versenyre, aminek 2008 óta a hírét sem hallották. A Golden Dove direkt és interaktív marketing versenyre. Az ötlet. Hívjunk életre egy rég elfeledett módszert, a galampostát, és persze kössük össze a 21. század eszközeivel. A Magyar Postagalamb Szövetséggel együttműködve valódi postagalambokat küldtünk a 36 legnagyobb magyarországi reklámügynökségnek, a versenytársainknak. Az ügynökségek házi videókat készítettek és töltöttek fel a DIMS Facebook oldalára a galambok elengedéséről. Így a célcsoport aktív bevonásával növeltük a kampány vírus hatását. Kis kedvencük útját a reklámügynökségek a Facebookon követhették nyomon. Azonosításra a postagalambok lábán lévő gyűrűk egyedi kódját használtuk. Akinek hazaért a galambja, már is nevezett a versenyre. Aztán beindult a galambőrület. A neves mesekönyv illusztrátor Takács Mari postagalambját, akarom mondani Golden Dove-ját keltettük életre minden eszközünkkel. Szabadjára engedtük a galambot monitoron innen. Szerintetek mely ügynökségeknek lehet esélyük a győzelemre? Talán nekik? Ti neveztetek már? És monitoron túl. Végül egy Facebookos szavazással még nevet is kerestünk, sőt találtunk neki. Kerest Elek. A névadó természetesen a díjkiosztóra nyert jegyet. És a díjak? Dedikált egyedi műalkotások. Ha penge vagy direkt marketingben, akár ilyen eredményeket is hozhatsz. A direkt mail kampány visszajelzési aránya 100%-os. A Direkt és Interaktív Marketing Szövetség Facebook oldalán 17%-kal nőtt a követők száma, a kampány alatt 148 reklámszakember nézegette a postagalambok fotóit, és a csúcsnapokon csaknem 6,5 ezeren látták a posztokat. A direkt maillel megkeresett ügynökségek csaknem fele nevezett a Golden Dove 2012 versenyre. De a legfontosabb, egy jól sikerült direkt és interaktív marketing verseny. Ilyen volt a Golden Dove 2012-ben.